bele is kezdek ebbe az előadásba, aminek a témája a kiberbűnözés, és megpróbálok egy viszonylag átfogó képet adni sok-sok olyan fogalomról, illetve trendről, amit jelen pillanatban az internetes bűnözésben, a kiberbűnözésben lehet érzékelni. Én nekem az a sejtésem, hogy itt a nézők, hallgatók között vannak olyanok, akik napi szinten foglalkoznak a kiberbűnözés témájával, úgyhogy az előadás végén, amikor majd leállítom a felvételt, hogyha bármilyen hozzáfűzni valójuk lenne adott esetben ez a témához, akkor tegyük nyugodtan interaktívvá az előadást, és vitassuk meg, hogy mit látnak azok, akik csinálják, és mit látnak azok, akik pedig kutatják ezt az adott témát. És számomra egyébként egy, egy nagyon jó lehetőséget, és nagyon jó apropót ad az, hogy tegnap kiszivárgott ugye egy újabb 230 millió rekordot tartalmazó adatbázis az internetre, Troy a haveibin.com oldalnak a e, tulajdonos, a gazdája tette ki egy e, nagyon jó blogposztban azt, hogy hogyan és milyen módon jutott hozzá ez a 230 milliós rekordhoz, illetve meg is lehetett nézni azt, hogy kik szerepelnek a listában, van benne nagyjából 300 magyar weboldal, van benne nagyjából 500 ezer magyar érintettségű rekord, e, közte egyébként az én egyik e-mail címem és egy, egy jó régi jelszavam is kiszivárgott. Tehát mindenképpen hát, napi élmény az, hogy az embernek szembesülnie kell a kiberbűnözés jelentette veszélyekkel. A leggyakoribb kérdés, amit én megszoktam kapni amúgy a kiberbűnözéssel kapcsolatban, ugye az egyszerű felhasználótól származó kérdés, hogy kit érdekelnének az én adataim? Miért lennék én bárki számára is érdekes? És szerintem, aki a szekuritéban foglalkozik, a szekuritéval dolgozik, az ilyen jellegű Rendszeresen szembesülhet azoktól, akik ugye nem járatosak ebben a kiberbiztonság nevű történetben. Megpróbálom önöket most egy kicsit ellátni azokkal a muníciókkal, amelyekkel jó választ tudnak majd adni ezekre a felvetett kérdésekre. De hát nincsen előadás definíció nélkül, úgyhogy kezdjük egy kérdését, hogy mi is a kiberbűnözés tulajdonképpen. A definíciót pedig milliót lehet találni úgyhogy a lehető legrosszabb helyre fordultam, jó, nem a Wikipédiához, az lett volna a legrosszabb, a Britannica enciklopédia online változatához, ami úgy fogalmazta meg a kiberbűnözést, mint a kiberbűnözés, más néven számítógépes bűnözés, a számítógép használata olyan illegális célok elérése érdekében, mint például csalás, gyermekpornográfia, szellemi tulajdon kereskedelme, személyazonosságlopás, vagy a magánélet megsértése. A számítógépes bűnözés különösen az interneten keresztül egyre nagyobb jelentőségű, mivel a számítógép központi szerepet kapott a kereskedelemben, a szórakozásban és a kormányzati tevékenységben. Úgyhogy még ez a definíció is azzal kezd, hogy a kiberbűnözés rögtön leír egy másik szóval a számítógépes bűnözésként, és tulajdonképpen ez a számítós, számítógépes bűnözés, vagy informatikai bűnözés, vagy hasonló szinonimákkal élve, ezek azok, amik tulajdonképpen a joganyagban megtalálhatók. Ezek közül is a számítástechnikai bűnözés tulajdonképpen a nemzetközi joganyagban a leginkább elfogadott szó arra, amiről tulajdonképpen teljesen ugyanazt mondjuk. Na jó van, de mi is tulajdonképpen a számítástechnikai bűnözés, vagy a kiberbűnözés? Erre nyilvánvalóan minden egyes országnak, minden egyes saját joganyag a büntető törvénykönyve valahogy egy picit más, mint a többi, de van azért egy körülbelül egységes leírás, vagy egységes definíció annak, hogy mit is értünk számítástechnikai bűnözés alatt. Ez pedig négy nagy kategóriát tartalmaz. Az első kategória a számítástechnikai rendszer és a számítástechnikai adat hozzáférhetősége, sértetlensége és titkossága elleni bűncselekmények. Idézett a BTK-ból, ugye innentől kezdve rögtön a CIA elvet a bizalmasságot és nem a titkosságot bizalmasságot, a sértetlenséget, és nem a hozzáférhetőséget, hanem a rendelkezésre állást meg is lehet találni. Tehát gyakorlatilag minden olyan bűncselekmény, ami az informatikai rendszerek bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását veszélyezteti. Ezen belül is öt tipikus kategóriát lehet felsorolni. Jogosatlan belépés, jogosatlan kifürkészés, számítástechnikai adat megsértése, számítástechnikai rendszer megsértése, eszközökkel való visszaélés azaz az ugye a belépés egy klasszikus autentikáció megsértésnek minősül, a kifürkészés ugye egy autentikációs kihívásnak minősül, a számítástechnikai adat megsértése ugye egy sértetlenséget érintő probléma, a számítástechnikai rendszer megsértése az ugye a rendelkezésre állás sértő bűncselekményre utal, az eszközzel való visszaélés, hát azt pedig nem is tudom, hogy hirtelen hova soroljam, ez a misuse, tehát a, nem arra használjuk a számítógépet, mint amire egyébként tervezték, jellegű visszaélés. Ezek tehát a klasszikus informatikai bűncselekmények, ezek azok a bűncselekmények, amiket informatikai rendszer ellen tudunk elkövetni. A többi bűncselekmény viszont olyan bűncselekmény, ahol a számítástechnikai eszköz, az IT eszköz, Fontos eszköze az elkövetésnek, de nem csak és kizárólag az online térben létezik. Ilyen a második kategória, mondjuk a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények, ezen belül is a számítógéppel kapcsolatos hamisítás és a számítógéppel kapcsolatos csalás. Ezek nyilvánvalóan nem a számítógép ellen, nem az információs rendszer ellen irányulnak, hanem azok ellen, akik a számítástechnikai rendszert egyébként használják. A csalás is, és a hamisítás is megtalálható a fizikai térben is, de nyilván nem árulok el túlságosan nagy titkot azzal, elárulom, hogy amúgy az online csalások az egyik legdinamikusabban fejlődő bűncselekménynek minősülnek, és hát ma már azért az online térben lényegesen egyszerű egy online csalást, vagy egy csalást végrehajtani, mint mondjuk a fizikai térben, hiszen egyszerűen sokkal több emberhez lehet hozzáférni. A harmadik ilyen kategória az a számítástechnikai adatok tartalmával kapcsolatos bűncselekmények. Ebből is a legismertebb a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményeknek a köre, de mondjuk ide tartozhat a, a, a terrorista propaganda, az extremista információknak a nyilvánosságra hozatala is, függően attól, hogy az adott ország e, saját jogrendje hogyan ítéli meg ezt a cselekményt. A, a gyermekpornográfia viszont ma már minden egyes országban az üldözendő cselekmények közé tartozik, hála jó Istennek, olyannyira, hogy külön, kis, külön föl is kéri az ezzel foglalkozó szervezetek a, erről a témáról beszélőket, nem is gyerme, ne is gyermek pornográfiaként hivatkozzanak erre a bűncselekményre, hanem a gyermekek szexuális kizsákmányolása névvel, illetve kifejezéssel illessék ezt a cselekménytípust. A negyedik és egyben utolsó ilyen kategória, ez a szerzői vagy szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények, ami folyamatosan és dinamikusan változik, függően attól, hogy a technológia mit és mennyire tesz lehetővé. Akik régi motorosok a szakmában, mint én, és már a 80-as évektől kezdve használnak számítógépet, vagy adott esetben még régebben, azoknak rögtön bevillannak ugye azok a Szuper, Commodore 64 játékcserék ott a Petőfi csarnok hátában ott a 80-as, 90-es években, vagy utána a CD-re a játékokat és a különböző operációs rendszereket a 90-es években, vagy éppen a torrentezésnek a nagy forradalmát a 2000-es években. Hát vannak országok, ahol ugye fizetnek a tartalomért, Magyarország nagyon sokáig nem tartozott ebbe a körbe, ma már azért azzal, hogy egyrészt, Kicsit az anyagiakban jobban állunk, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, illetve azzal, hogy könnyebben hozzáférhetővé váltak a tartalmak. Így az ilyen jellegű bűncselekmények azért erősen visszaszorultak Magyarországon. De, hogy más nem mondjak, a, a Magyarországon a, a bűnüldözés, a számítástechnikai bűnüldözés erősen összekapcsolódott az internetrendőrséggel, a BSA nevű egyébként nem rendőri szervel, hanem ugye egy, egy iparági szervezettel, akik ott a 90-es évek vége környékén a magyar rendőrséggel együttműködve elég erőteljes és elég agresszív kampányokban próbálták meg eltéríteni a magyar felhasználókat az illegális szoftverek használatától. Ez tehát a kiberbűnözés, aminek a szabályozási hátterét amúgy globálisan világszerte az úgynevezett számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény, azaz ahogy mindenki hívja a Budapest Egyezmény, vagy a, um, cyber, uh, a Budapest Convention on Cybercrime adja. A világszerte utazgatva és millió konferencián résztvevő, azt tudom mondani, hogy a Budapestet valamiről erről a szakmában ismerik, akkor ez az egyezmény, ez a Budapest Convention on Cybercrime. Ugyanis um, ez a Budapesti Egyezmény volt az, ami 2001-ben, az Európa Tanács Budapesten megtartott ülésén került elfogadásra, és ez rakta le uh, világszerte a kiberbűnözéshez való viszonynak a jogi alapjait. Ez nem azt jelenti, hogy a világon mindenhol e szerint értelmeznék a kiberbűnözést, hiszen ugye egy nemzetközi egyezmény akkortól válik egy ország joganyag, joganyagának részévé, hogyha az az adott ország ratifikálja, de... Um, Bőven 50 fölött, 70 környékén van, ha jól emlékszem, azon országoknak a száma, akik ennek, az erő, ennek a Budapest egyezménynek a, a hatására és az alapelveit betartva ratifikálták a kiberbűnözésről szóló jogszabályokat, és egyben ez segítette ahhoz, hogy egységesen elfogadottá váljon világszerte, hogy mit is gondolunk a kiberbűnözésről. Jelen pillanatban viszont tudni kell, hogy az enszem belül Oroszország és Kína vezetésével sok, más internethez, illetve informatikához, kibertérhez kapcsolódó szabályozással együtt, jelenleg a kiberbűnözéssel kapcsolatos nemzetközi joganyagokat is megpróbálják alásni, és visszatérni ahhoz a szokáshoz, hogy ami bűn, azt a nemzeti jog szabályozza. Azaz, ez az irány abba, abba az irányba mutat, hogy ha ezek a kezdeményezések sikeresek lehetnek, lesznek, reméljük, hogy nem lesznek, akkor a világ különböző részei nagyon-nagyon mást fognak majd érteni a kiberbűnözés fogalma alatt. Ami nagyban meg fogja erősíteni majd azt, amit egy a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni egy korábbi vezetője mondott nekem, aki úgy fogalmazta meg a kiberbűnözéssel kapcsolatos problémát, hogy a kiberbűnüldözésre való hajlandóság nyugatról keletre, a képesség pedig északról délre csökken. Azaz, hogyha ahelyett, hogy együttműködésre bátorítanánk a keleti országokat, és képességet fejlesztenénk délen, inkább visszamegyünk a nemzeti jog közelébe, akkor nagyon-nagyon nehezen tudunk majd föllépni a kiberbűnözés ellen, ami egy globális jelenség. Magyarul fönnáll a lehetősége annak, hogy egyszerűen a kiberbűnözői csoportok azokba az országokba fognak menni, ahol a honos jog lazábban veszi a kibertérben elkövetett bűncselekményeket, és megszűnik az esélye annak, hogy mondjuk egy, egy kimulkáltabb kiberbűncselekmény elkövetőit számon kérjék, akár nyugaton, akár keleten, vagy akár részeken, akár délen. Az Európai Unión belül Egyébként a, a különböző kiberbűncselekmények közül három olyan terület van, ami, ami, amiről úgy döntöttek az Európai Uniós tagországok, hogy együttesen szeretnének fellépni. Van Európában egy rendészeti szerv, akit úgy hívnak, hogy Európol. Az Europol rendészeti együttműködés a kiberbűncselekmények közül a gyermekekkel kapcsolatos szexuális visszaéléseket, a bankártyacsalásokat, és az online csalásokat tekinti olyan üldözendő cselekményeknek, amiért, vagy aminek a, az üldözésért, ö, nek az elérése érdekében az egyes tagországok európai szinten együttműködve küzdenek, és próbálják ezzel az európai állampolgárokat ért ö, fenyegetéseket a lehető legjobban visszanyesni. Na de, mekkora a gond, Ugye én négy területre osztom fel a kiber e, térben történő cselekményeket. Ugye aktivizmus, kiberterrorizmus az nálam egy, kiberkémkedés, kiberhadviselés és kiberbűnözés. E, Van egy nagyon jó oldal, a, e, amely hónapról hónapra, negyedévről negyedévre összefoglalja azt, hogy milyen jellegű incidenseket sikerült az oldal gazdájának összeszedni. Ez nyilván nem egy hm, Különösen objektív eh, eh, honlap, tehát nem azt mondom, hogy reprezentatív mintát nyújt az egyes kibertéri incidensekről, viszont egy nagyon jó indikátora annak, hogy éppen hogy alakulnak az adott hónapban a négy terület közötti eh, kapcsolatok. És a legutóbbi ilyen kimutatás, ami 2020. augusztusában készült el, egyébként ez a hackmegeddon.com oldalon érhető el, azt mutatta, hogy az észlelt incidensek, vagy feldolgozott incidensek 86,8%-a a kiberbűnözés kategóriájába tartozott. Én egy ide már követem ezt a felmérést, illetve a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által publikált, amikor még publikálták incidensekhez is átnéztem, és az látszódik, sőt, nagyon sok más iparági forrást is átnéztem, hogyha valakit érdekel az erről cikk, akkor a Bányász Péterrel közös cikkemet keresse meg a jó állam jelentésben, ami kimondottan ezt a térterületet dolgozza föl. Szóval ezek az adatok mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy az észlelt, észlelt és jelentett incidenseknek a túlnyomó többsége, legalább háromnegyede, jellemzően masszívan és évek óta bűncselekmény, az az valamilyen gazdasági-anyagi motiváció mentén végrehajtott cselekmény. Ez azt is mutatja, hogy ez a legnagyobb problémánk jelen pillanatban a kibertérben. Tehát, hogyha valamit szeretnénk valamennyivel, szeretnénk biztonságosabbá tenni a kiberteret, akkor a kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lenne az egyik legjobb lehetőségünk erre. A célpontok viszont folyamatosan változnak. A friss kimutatás alapján a célpontok 23,9%-a Multiple Industries, azaz nincsen jól definiálható ö, cél, terület, hanem ö, több különböző iparákat is értek ezek a támadások, és éppen ezért a, gyakorlatilag a támadásoknak, illetve a kiberbűncselekményeknek a negyede tulajdonképpen nem válogat, hanem ahol érik, akit érnek, azt megtalálják. Innentől kezdve viszont izgalmasabb a felsorolás, mert hogy 14,7% education, az az oktatási intézmények ellen történik. Miért? Nyilván azért, mert távoktatnunk kell, mint ahogy mi is itt most távoktatunk. Tehát a kiberbűnözők egy csoportja elkezdett tudatosan rászállni a felsőoktatásra, és kimondottan felsőoktatási intézményeket ranszomoltak, meg az elmúlt hónapokban, miután ugye ez a terület sokkal védtelenebb, mint sok más terület, illetve e, muszáj nekik fizetni, hogyha oktatni akarnak. Ráadásul rengeteg személyes adatot is kezelnek, tehát hogyha az infrastruktúrájuk visszaállítható is lenne, mondjuk a támadás során kiszedett e, személyes adatokkal, hát igen komoly problémák lehetnének. 12,2% a Human Health Social Work Activities, azaz, az egészségügy. Miért? Azért, mert koronavírus van, azért, mert gyógyítani kell, tehát az egészségügyi intézményeknek és a, szociális intézmények is működniük kell, pont ugyanannyira vételnek, mint a felső oktatás. Tehát két nagyon-nagyon kitett, nagyon-nagyon, vagy a lehetőséghez mérten nagyon alacsony védelemmel rendelkező szektor áll jelen pillanatban a fókuszban, ez is kiteszi a támadásoknak az egynegyedét utána pedig jönnek a többiek. Individuál, az egyének 9,1%-kal. Régen ez az arány lényegesen magasabb volt, de ma már a kiberbűnözők is megpróbálják sokkal jobban fókuszálni a tevékenységüket, és inkább egy nagy halat levadászni, vagy nagy halat kifogni, valászni, bocsánat, egy nagy halat kifogni, mint hogy sok aprós necivel próbálkoznak, ahol igen, csak kétséges az együttműködés, illetve az anyagi haszonszerzés. Persze ez nem azt jelenti, hogy az egyének ne lennének célpontban, eh, hiszen ha egyszerűen lehet megszerezni bankkártyatokat, vagy egyszerűen lehet csak megszerezni mondjuk valamilyen okos eszköz fölötti eh, uralmat, akkor já, valóban ez teljesen megér. Hát nemrég hallottam egy egy olyan támadásról, ez távol-keleten történt meg. Eh, webkamerák, illetve ilyen IP kamerák felett szerezte meg a, az uralmat egy bűnözői csoport, ami praktikusan úgy nézett kifeltehetőleg, hogy a, egyszerűen ugye a, az IP kamera, az IP kamera valahova valamilyen szolgáltatói cloud ki a képet, ezen keresztül hozzá lehet férni a kamerához, nyilvánvalóan leva, leva, levadáztak egy csomó felhasználatot is jelszót, amin keresztül ezek ez a cloudos erőforrásokhoz hozzáfértek, és onnantól kezdve nézegették vagy árulták a kamerákhoz való hozzáférést, és természetesen, hogy kedvet csináljanak a lendő vásárlónak, ahhoz, hogy meg is vegyék ezekhez a kamerákhoz való hozzáférést, néhány eh, hölgyet inflagranti eh, hát, fölvéve tették tették eh, sokkal, eh, mondjuk úgy, hogy a csábítóbbá ezek ezen kamerákhoz való hozzáférést. Úgyhogy az első válaszom akkor, hogyha valaki megkérdezi, hogy kit érdekelnék én, a válasz az az, hogy még nem tudjuk, de simán lehet, hogy fizetni fog azért, hogy érdekes legyek számára. Tehát bárki teljesen random módon áldozatú tud esni egy ilyen támadásnak. Utána pedig szépen sorba jönnek a többiek. A közigazgatás, pénzintézetek, a gyártóintézmények, azok, az, azok a területek, ahol amúgy pontosan azért, mert korábban ezek a területek sokkal nagyobb százalékban szerepeltek a célpontok között, elkezdték kialakítani a védelmeket, tehát ők már nem soft targetek, őket már sokkal nehezebb betalálni és sokkal nehezebb megtámadni. Milyen módszerekkel támadnak? 38,1 százalék, malware, Kártékony kódok. Ma már egy kártékony kódot megírni és úgy offuszkálni, hogy azt ne vegye észre egyetlen egy végpontvédelmi rendszer sem, ez nem különösebben nehéz. Azaz, gyakorlatilag, hogyha kipécéznek egy céget, akit célzott támadással szeretnének megtámadni, akkor garantáltan kapni fog valami egyedi kártékony kódot amit, hát azt nem mondom, hogy nincs az a, védelmi rendszer, ami kifog, de legalábbis a, a freeware antivírus szoftverek egészen biztosan nem fognak majd kifogni. 17,3%-ban account hijacking, ugye az a példa, amivel kezdtem, tehát ugye az adatoknak a kiszivárgása, a felhasználói fiókoknak a kiszivárgása, iszonyatosan gyakori, hiszen nagyon sok olyan weboldal van, ahol könnyen, aránylag könnyen hozzá lehet férni a felhasználó névekhez a jó esetben a hesekhez, azért most már a legtöbb helyen heselve tárolják, lenyomatolva tárolják a jelszavakat, viszont egy, szintén a hetekben láttam egy ilyen kísérletet, egy 8 karakter hosszú, kisbetű, nagybetű szám, speciális karakter tartalmazó random jelszó, a lenyomatából kitalálni azt, hogy mi volt egyébként az eredeti jelszó, ez körülbelül egy-kettő hétnyi gépidőt igényel, tehát ezt a 8 karakteres jelszót ezt praktikusan jó, hogyha el is felejtjük. Kétfaktoros autentikáció, illetve sokkal hosszabb, véletlenszerűen generált jelszavak tudnak előre mutatni, jelszómenedzser programokkal és minden szolgáltatásnál más és más jelszóval. Nincsen más megoldás, a jelszavak halottak, ez teljesen egyértelmű. 11,7%-ban nincs információ arról, hogy mi volt az eszköz, amit végrehajtottak. Utána jönnek a célzott támadások, sebeszedhetőség kihasználás, rossz konfiguráció és az összes többi. De a legegyszerűbb az még mindig az, hogyha egy malvert küldenek be a célponthoz. Hogy állunk kiber támadásokkal, kiber bűncselekményekkel Magyarországon? Amit itt látnak, ezt augusztusban kértük be a, a Belügyminisztérium statisztikai osztályától azt, hogy hány olyan bűncselekményt regisztráltak ahol az elkövetésnek az eszköze számítógép volt. Tehát itt nagyon-nagyon itt sok e, kategóriát látnak, ezekben az a közös, hogy a számítógép az célpontként, vagy pedig eszközként megjelent az elkövetés során. A legmagasabb számokat pedig a csalás kategóriában láthatják. Függően attól, hogy éppen hány feljelentés van, mekkora e, a jelentési hajlandóság, azért évről évre valahol négy, öt, hat, 2018-ban egy különösen kiugró módon 7000 eh, olyan eh, csalást regisztráltak, ami, ami eh, online módon eh, történt. Hát, hogyha ez még hozzáadom a másik tényállást, az információs rendszer felhasználásával követett csalást, ami ugye a kiberbűncselekmények kategóriájába tartozik, akkor azért lehet látni, hogy évente Magyarországon fixen körülbelül egy olyan 8-10 ezer eh, környéki eh, csalás történik a számítógép útján, vagy a számítógép által, ami mögött egy hihetetlen nagy látencia is van. Én, nekem családi okokból rálátásom van Magyarország egyik legnagyobb apró hirdetésű oldalán az elkövetett csalásokra. Csak azon az oldalon, hát hetente jön nagyjából egy olyan 5-10 körüli rendőrségi megkeresés, amiben bizonyítékot szeretnének kapni. Tehát csak azon az oldalon van eh, nagyjából, körülbelül olyan 500, eh, évente, nagyjából olyan 500 évente, nagyjából egyen 500 regisztrált csalás. Viszont az oldalüzemeltetői pontosan tudják azt, hogy körülbelül eh, a csalás áldozatainak hát egy olyan 20 százaléka, ha egyáltalán, aki feljelentést tesz. Eh, tehát iszonyatosan nagy a látenció ebben a körben. Tehát az én becslésem szerint éves szinten körülbelül. Egy olyan 80-100 ember lehet az online csalásoknak az áldozata. Ebbe pedig beleértem azokat is, akik mondjuk nem a apró csalásokra, hanem mondjuk azokat a dating szkemeket, randizós csalásokat, CEO fraudokat, nem tudom én, tehát tömegesen elkövetett külföldi érkező csalásoknak az áldozatai lesznek. Vannak még olyan kategóriák, mint egy információs rendszer vagy adat megsértése ezek már csak néhány százas nagyságrendben jelennek meg, ugye 2020-ban augusztusig történt az adatszolgáltatás, tehát feltétlenül az is föl fog a 400 környékére menni. A információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kiátszás ez a klasszikus hekkelés, hát ez, ez nagyjából egy tucatnyi szokott egy évben lenni, vagy még annyi se. E, akkor a, nem tudom én mit mondjak még példaképpen, hát nem, nem is mondok most semmit, hanem áttérek ugye a leg leg, legutáltabb kategóriára, a gyermekpornográfiára. Itt ugye a 2017-18-ban van egy 180-as és 119-es regisztrált elkövetési szám. Itt a tényállás feltehetőleg változott, és meg nem mondom én, hogy pontosan hova került át, milyen másik helyre, de nyilvánvalóan ez is körülbelül ez a százas nagyságrendű regisztrált bűncselekmény lehet Magyarországon. És akkor érdemes még megnézni, hogy mondjuk ott van az aklatás, aminek szintén van számítógépes vonulata, ott is valószínűleg a tényállás megváltozása miatt nem szerepel 19 és 20-ban regisztrált bűncselekmény, az körülbelül egy olyan 400 környéki elkövetés, és aztán a többi számot pedig látják. Tehát masszívan a csalás a legkomolyabb kiberbűncselekmény jelen pillanatban Magyarországon, a kiberbűncselekmények száma pedig nagyságrendileg olyan 10 000 8-10 környékére tehető a regisztrált bűncselekmények száma évente. De miért éri meg kibert A választ pedig nagyon, tehát nyilván a számokban kell keresni. Ez a szám, ez csak egy szám, egy olyan szám, ami a Cyber Security Ventures nevű cégtől származott, de valójában bármilyen más forrást néznek, akkor nagyságrendileg hasonló számokat, számadatokat fognak majd találni. Évente a kiberbűnözés globálisan 6 billió dollár, ugye 6 trillion, az magyarul 6 billió, tehát 6000 milliárd dolláros kárt okoz. Ez nem a bűnözőknek a haszna, hanem ez az okozott kárnak a nagysága. A haszon maga valahol egy olyan néhány száz milliárd dollár környékére tehető. Egy néhány száz milliárd dolláros éves bevétele rendelkező iparág, az pedig egy nagyon magas bevétel rendelkező iparág. Azaz a szervezet bűnözésen belül jelen pillanatban a kiberbűnözés az, ami a legnagyobb hasznot hozza a legkisebb kockázattal. Nagyon ritkán hallanak arról, hogy kiberbűnöző csoportokat számoltak, föl kaptak el, semmisítettek meg, lehetetlenítettek el. Ennek az oka pedig az, hogy az elkövetők egy jó része eleve olyan országban működik, ahol Hát vagy az akarat, vagy a képesség nincsen meg arra, hogy felszámolják ezeket a csoportokat, vagy pedig ugye a bizonyítás annyira nagyon bonyolult és macerás, hogy nagyon lassan jutnak el a bűnöző szervek, ha egyáltalán eljutnak oda, hogy a végén ítélet szülessen. Kiber bűnözni, tehát megéri. Megéri azoknak, akik voltak éppen semmit sem konyítanak a kibertérhez, kiber ez mondjuk itt a nigériai, konkrétan a nigériai bűnözőkre gondolok, ahol bevet szokás az, hogy Lagosz és környékén e, toboroznak olyan fiatalokat, akik utána napi sok-sok órában ülnek a számítógép előtt, és válaszolnak azokra az e-mailekre, amiket azért küldtek válaszul, mert kapott, kaptak egy olyan e-mailt, hogy én vagyok ugye Nigéria hercege, és e, az országban levő pucs miatt éppen 4,5 millió dollárnyi arangzózat kell kimenekíteni, vagy éppen, hogy én egy fes-amerikai katona vagyok, aki ismerkedni szeretne, vagy és lehetne sorolni. Ugye ezek azok az esetek, amikor semmi másra nincsen szükség, semmi más kibertudásra nincsen szükség, mint hogy egy előre fölállított Wikipédia-szerű playbookból az ember a beérkező e-mailekre válaszoljon, copy -tel. És egészen addig el tud menni ez a, a történet, ahol a nagyon-nagyon magas szofisztikáltságú, jellemzően kelet-európai, tipikusan egyébként orosz orosz hajkú bűnözői csoportok, ahol kimondottan magas képességekkel rendelkező emberek állítják össze azokat a támadókódokat támadó infrastruktúrákat, amelyeket általában bűnözésre használnak, de időnként átcsúsznak teret műveletekbe ezek az infrastruktúrák. Tehát nagyon-nagyon széles a skála, és, és, megéri benne egyszerre megéri benne lenni, hiszen ténylegesen, hogyha az embernek nincsen ennél jobb választása, akkor, akkor viszonylag kicsi kockázata tud aránylag magas bevételre szerten. Ami ebben hatásos lehet, az nyilvánvalóan az, hogyha minél nagyobb arányban követi a bűnt, a bűn üldözés sikeressége és a bűnhődés, de hát egyenlőre, egyenlőre, szóval ebben még nincsenek olyan nagyon nagy sikertörténetek. Azt lehet mondani, hogy azért aki Európában él, Európában dolgozik, vagy az Egyesült Államokban él és dolgozik ezen a területen, azokat ezért el szokták kapni, de még mindig nem olyan magas arányban, mint egyes más követőket. De hogy állunk most a kiberbűnözéssel? Az Európolnak van évente egy jelentése, ez az IOCTA jelentés, ami az internetes számítógépes bűnözésnek az éves mutatója az európai perspektívából. Ebben dolgozzák föl, hogy éppen mik a trendek, úgyhogy ha már 2020-es előadásról beszélünk, akkor én is földolgozom ebben, hogy milyen trendek vannak aktuálisan. Ezek a trendek pedig úgy kezdődnek, hogy először is a social engineering, azaz az emberi ráhatással történő, az emberi pszichológiával, befolyásolással történő bűncselekmények, ezek praktikusan mindig ott vannak, vagy legtöbbször ott vannak a támadásokban. Ember nélkül nem nagyon van bűncselekmény, Uh, ahhoz, hogy az a malware, meg az az account hijacking működhessen, sokszor ugye az úgy kezdődik, hogy valami emberi hibának kell történnie. A következő meglátás azt mondja, hogy a kriptovaluták megkönnyítik a kiberbűnözőknek a, az életét. Ugye a kriptovaluták alatt ma már bőven nem csak a bitcoint kell érteni, hiszen nagyon sok más kriptovaluta séma is létrejött. Mi emberek úgy döntöttünk, hogy matematikai számítások végeredményeképpen kijövő biteknek és bájtoknak értéket tulajdonítunk, azaz a bitcoin és a más kriptovaluták működőképesek, miközben anonimak is. Lenyomozhatóságuk roppant-roppant körülményes, erről fogok még későbbiekben beszélni, úgyhogy ez a kiberbűnözésben abszolút ott van. Uh... Az incidenseknek, illetve a bűncselekményeknek a megosztása és ezeknek európai szintű követése, ez megint csak egy, egy problémaként jelentkezik meg az I oktában. Miért? Azért, mert a bűnüldözés, ugye egy nemzeti feladatkör, és nincsen meg, nincsenek meg azok a kialakult együttműködési formák, amelynek a segítségével az egyes bűnüldöző szervek között átjárhatóvá válna a bűn elkövetésről való információk teljes halmaza már csak azért sem, mert ugye ahány ország, annyi BTK, annyiféle tényállás, nehezen is lehet összevetni az egyes bűncselekményeket. Kiberdependent vagy cyberdependent crime, azaz a kibertől függő bűncselekmények, ebben torony magasan a ransomwarek, azaz a zsaroló vírusok vezetnek. Azzal az új trenddel az idei évben, hogy nem csak, hogy fertőzés után Ugye letitkosítanak minden adott, és ezért valamilyen pénzt kérnek cseréből, hogy visszaadják, hanem megjelent az úgynevezett Double Extortion, a, a, vagy Double Ransom, azaz a dupla zsarolás, a dupla a, a, támadásnak a, a, a megjelenése is. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy letitkosítják az adatainkat, de előtte még el is lopják. Tehát, hogyha esetleg véletlenül nem fizetnénk azért, hogy visszakapjuk az adatainkat, akkor azért fogunk fizetni, hogy nehogy kipublikálják a megszerzett üzleti és személyes adatokat, ami miatt majd jó megbüntet minket az adatvédelmi hatóság, vagy éppen szerződéseket bontanak majd velünk. Illetve az se garancia, hogy ha fizetünk, akkor nem publikálják, és vagy nem jönnek vissza, és vagy egyébként visszaadják az adatokat. Tehát ez teljesen esetleges, hogy fizetés után visszakapja az ember az hogy ne fizessenek. Ennek a támadásnak az lesz a halála, hogyha majd senki sem fizet, mert akkor majd nem éri meg ezt csinálni. A verekkel kapcsolatos szintén érdekes megjegyzésének a jelentésnek az, hogy ez már nem csak az adott céget bántja, hanem miután annyira összefüggnek az egyes cégek, együtt működnek, az, hogy ez ugye a supply chain, az ellátási lánc. Tehát az ellátási láncban annyira egymástól függenek a cégek, hogyha egy cég kiesik az ellátási láncból egy ransomware miatt, annak nagyon nagy hatása van abban a láncolatban mindenki másra is. Kiemeli, a jelentés, az Emotet nevezetű banki trójait, amelyek, amely jelen pillanatban a legszebb példája annak, hogy egy kártékony kód hogyan és, és milyen módon tudja átalakítani saját magát, pont a mai nap folyamán kaptam egy nagyon érdekes telefont egy ismerősömtől, aki azt kérdezte, hogy létezik-e az, hogy fognak egy emutatát, és az nem fertőzött semmit. Mondtam neki, hogy nem, ilyen nem létezik, hanem az emutat az egy ilyen kis aljas kártékony kód, ami most már összefertőzte a számítógépeket, csak arra vár, hogy valami történjen. Úgyhogy ott nagyon-nagyon sok munka lesz majd azzal, hogy az emutatát leírtsák. Az utolsó megjegyzés az pedig úgy szól, hogy a potenciális fenyegetés az erosztott túlterheléses támadások oldaláról, a ddos oldaláról, ez sokkal magasabb annál, mint amennyit valójában ebből észtelünk az Európai Unióban, úgyhogy, úgyhogy, ennél még lesz rosszabb is, vagy lehet rosszabb is. A gyermekek szexuális kizsákmányolása területén, ami egy külön fejezet az ájogtában, külön fájó fejezet, azt szokták, vagy azt, azt hozzák föl, hogy a COVID-19 miatti bezártság azt eredményezte, hogy, hogy, hogy ezen a területen drasztikusan megnőttek a bűncselekmények, amikre egyszerűen a, a bűnölőző hatóságoknak nincsen rálátásuk. Tehát ugye azok, akikről készítik a, az anyagokat, ők otthon vannak, mert nem mehetnek iskolába, tehát nem buknak ki ezek, vagy nehezebben buknak ki az elkövetések. Egyre többen vannak otthon távmunkában, akik ugye akinek több idejük lett, és ezt a perverziót ezt az online térben érik ki, illetve azok, akik egyébként eddig kielégültek azzal, hogy nem tudom én óvodák környékén ólálkodtak, azok csak ugyanúgy a számítógép elé kényszerültek. Tehát gyakorlatilag a, a, gyermekek szexuális kizsákmányolása nevű bűncselekmény típusban a Covid iszonyat sokat rontott a helyzetem. Mint ahogy az is, sokat tanultott a helyzeten, hogy egyre tágabban, egyre többször használjuk a privát erősítő technológiákat, a titkos csevegő, a titkosított csevegő applikációkat, az end-to-end -end titkosításokat, a VPN-eket, az egyes titkosító megoldásokat, kriptopaketeket, a torhálózatot, stb. stb. Azaz a bűnöző hatóságok nagyon-nagyon nehezen férnek hozzá ezekhez az anyagokhoz, és nagyon nehezen tudják bizonyítani a bűncselekmény elkövetését. Ezeken az alkalmazásokon keresztül pedig a bűnelkövetők követők is ki tudják alakítani azokat a zárt közekeket, ahova nagyon nehezen és egyre nehezebben tudnak behatolni a bűnöldöző szervezetek. Emellett és akkor mindenki, akinek van gyerekét, egy picit gondolkodjon el. Ezek a tartalmak, ezek nem csak erőszakos cselekedet útján kerülnek ki az internetre, hanem bizony kicsi lányaink és kicsi fiaink kitalálták azt, hogy tulajdonképpen az ő kicsi online testük az értékesíthető online streameken keresztül is, amit majd utána a pedofil bácsik szépen kifognak fizetni mindenféle Amazon ajándékutalványokkal. Azaz, Ugye a gyerekek, akik még pszichológiailag nincsenek azon az érettségi fokon, rájöttek és egymás között terjesztik is, hogy hát nem kell más csinálnom, mint befeküdnöm a webkamera elé, ezt megfelelő fórumokon kisztreamelni, és akkor lesz majd, aki fizet érte. Most ezzel, ezekkel a livestreamekkel, pláne egyébként, hogy ez nem csak ugye self-streaminget szokott jelenteni, hanem azért ott vannak az erőszakos dolgok is mögötte. Szóval, hogy ezek a livestreamekkel azért nagyon nehéz bármit is kezdeni, hiszen a livestream az jön és elszáll, tehát hogyha nem rögzítik, akkor későbbiekben bizonyítéken nem lesz majd felhasználható. És nem utolsó sorban, illetve a végén ugye az online eh, szexuális visszaéléseket, eh, gyermekekkel kapcsolatban szexuális visszaéléseket tartalmazó eh, anyagok, ezek, ezek egyre inkább komercializálódnak, azaz kereskedelembe e, kerülnek. Magyarul e, az a társadalmi fék, hogy ezt nem csináljuk, ez egyre jobban bomlik le. Nagyon sokan, és egyre többen vannak az internet felhasználói közül, akik nem érzékelik azt, hogy ez mennyire rossz. És azért is kérik meg egyébként a szakértőket, hogy ne gyermek pornográfia néven illessék ezt a kifejezést, mert hogyha valamiről azt mondjuk, hogy pornográfia, akkor azzal van egy olyan képzett társítás, hogy az egy legális tevékenység. A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések kifejezés pedig mutatja, hogy ez egy erőszakos, ez egy rossz dolog. Igen, egyre több internetező, miután már kinézték a pornhábot és már nem találtak rajta semmi izgató dolgot, elmennek ezekbe az extrém irányokba, ami nyilvánvalóan azt fogja hozni, hogy ha fizetnek érte, akkor egyre több ilyen anyag fog majd generálódni. Én, aki aktívan benne vagyok az online gyermekvédelemben nagyon régóta, azt kell, hogy mondjam, hogy most így 2020-ban nagyon-nagyon aggódom emiatt a jelenség miatt, és, és ha, ha valami miatt hozzájárulnék ahhoz, hogy kicsit visszavegyünk a privátszféra a szentségéből és egy kicsit, nagyobb hozzáférést engedjünk mondjuk a hatóságoknak az online e, e, tartalmak ellenőrzéséhez, akkor a gyermekpornográfia lesz ez. Én belegondolni sem merek, hogy a mai Z, illetve most már lassan alfa generáció, vagy milyen körülmények között fog felnőni, hogyha ez egy elfogadott normává válik a körülben. A következő kategória, ez a payment fraud, az a fizetésekkel kapcsolatos visszaélések. Ebből is az első megemlített, az a SIM swapping támadás a SIM támadás, ezt el fogom mondani részletesen, hogy hogy működik. Mint ahogy a becet is, a business email kompromiszt is el fogom mondani, ez a másik olyan terület, amit kiemelt az ájogta jelentés. A harmadik ilyen terület, azok az online befektetésekkel kapcsolatos csalások. Most, amikor Covid van és bizonytalanság van és minden van, akkor az emberek, és ez pont tegnap hozta le a sajtó, hogy az emberek elkezdtek ráülni a vagyonukra, és elkezdték fölhalmozni, elkezdték tartalékolni a pénzüket. Ez pedig kimondottan jó lehetőség azoknak a pilótajátékoknak és, és egyéb csalóknak, akik ezeket a földgyűlölet pénzeket egy kicsivel magasabb kamatért lesznek majd hajlandóak látszólag fölajánlani, mint amekkorát a bankok tudnak adni. Úgyhogy az online befektetők kapcsolatos csalások azok azok higgyék el nekem a következő évben nagyon-nagyon föl fognak menni, és hát az interneten is egyre több olyan nagynak tűnő szolgáltatónak a hirdetésébe lehet belebotlani, akik ilyen online befektetéseket ajánlanak. Ha például nekem is az ismerősi körömben egészen sokan kezdtek el kriptovalutákba befektetni, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez jó ötletnek tűnik most ebben a pillanatban. A negyedik kategória az pedig a kártnát present csalások, az az interneten végrehajtott online bankkártyás fizetésekkel kapcsolatos visszaélések. Megint csak személyes élmény, két héttel ezelőtt nekem is egy ilyen kártnát prezent tranzakció után valamikor lenyúlták az egyik, egyébként szerencsére csak internetes bankkártyámat, nem volt mögötte pénz, meg igazából nem volt különösebb probléma sem kicserélni, de jól mutatja, hogy még hogyha Amúgy megbízható oldalakon fizet is az ember, akkor is bármikor fönnáll a lehetősége, hogy a bankkártyáját lenyújják, és majd valaki más próbálja ezt használni. Végül az utolsó kategória, amit kiemel az iokta jelentés, az a darkweb bűnözésre történő felhasználás. A Darkweb-ről szintén részletesen fogok beszélni még az előadásban, de ugye a bűnös felhasználás környékén azt lehet látni, hogy... Az a probléma, hogyha lekapcsolnak a Dark egy olyan online marketplace-t, ahol illegális dolgokat árulnak, akkor három másik nyílik helyette. Tehát egyszer nem tudnak mit csinálni, mindig jön egy új, mindig jön valami más, ami átveszi az egyik lekapcsolt weboldalnak a helyét. A Dark kapcsolatban azt is kiemelik, hogy egyre körültekintőbbek a Darknet kereskedők, azaz az, az, az OPSEC, az Operational Security, ugye a működési biztonság egyre magasabb szintű, az amely szerint, hogy egyre nehezebb lebuktatni, egyre nehezebb elkapni. És meglep, egyébként meglepően kreatívak a, a rendőrök a dátnetes nyomozásokban, tehát le a kalappal a kollégák előtt, aki, akik ezen a területen dolgoznak. Erre is mutatok majd példát, kimondottan kreatív megoldásokat e, dolgoztak ki a, az adminisztrátorok lekapcsolásának érdekében. Folyamatosan növekszik a Privacy Enhanced, azaz a személyes adatok védelmét még jobban támogató kriptovalutáknak a felhasználása, illetve megjelenik a Privacy Enhanced Coin Join koncepció, ahol a Wasabi és a Samurai nevű coin joinokat emelik ki. Azaz a kriptovaluták már régen nem a bitcoinból állnak, hanem ezeknek vannak további változatai, amik sokkal jobban támogatják. Az elbújást a hatóságok elől, az illegális fizetések sokkal inkább ebbe az irányba mentek át. És végül, de nem utolsó sorban, már nem csak a darkneten lehet kereskedni illegális dolgokkal, hanem a surface webben, tehát a rendes interneten is egyre több olyan webbolt van, ami kihasználva a titkosított kommunikációt lehetővé tevő csatornákat, pontosan ugyanazokat a dolgokat ajánlják föl, mint amit egyébként a toron meg lehet vásárolni összességében tehát ezek a trendek, másszunk bele egy kicsit jobban, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, és akkor kezdjük a csalásokkal, ha már ez a legmagasabb számosságú bűncselekmény. Itt én ketté választottam a bűncselekmény típusokat, az egyik az állampolgárokat érintő, a másik pedig a szervezeteket érintő csalások, az állampolgárokat érintőből folyamatosan lehet találni ilyen híreket, mint például ez a, az október végi hír, miszerint több százer forint kárt okozott egy, kamú nő, hirdeté, egy, nem, bocsánat, egy nő kamu hirdetésekkel. Nyolc volt rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a Veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 forintot. Hát a konkrét esetben az a nem létező termék egyébként az volt, hogy a nyár elején meghirdetett egy csomó, csomó balatoni nyaralót kiadásra, ami nyilván nem volt az övé, de az erőleget azért beszette azoktól, akik szerettek volna itt a pandémia után kicsit kiszabadulni és elmenni a Balatonra. Ez csak azért online, mert hogy nyilván egy apróütetési oldalon keresztül tette közzé ezeket az információkat. De ide tartoznak ugye, a nigériai lánclevelek is, ide tartoznak a randizós csalások is, ezeknek nézenek utána nyugodtan. Ezek a nagyon alacsony szofisztikáltságú támadások amikhez nem kell más, mint egy hirdetés, egy e-mail, meg kell valaki, akit be lehet csapni, aki hiszékeny, aki elhiszi, hogy a dolgok intern, inny, ingyen vannak, vagy pedig sokkal olcsóban, mint amennyit valójában azokat meg lehet szerezni. A szervezeteket érintő csalások viszont sokkal-sokkal izgalmasabbak ennél szerintem, ezek ugye a business email kompromázok, vagy BECS, BEC levelek, vagy más néven CEO fraudnak, azaz vezérigazgatói csalásnak is szokták őket nevezni. Itt egy tipikus példát lehet látni, amit egészen konkrétan az Eszterházi Károly Egyetem kapott meg. Ugye, mint látják, az SDA, az Informatika ZRT, a Neptun rendszer üzemeltetője, küldött látszólag egy e-mailt az Eszterházi Károly Egyetemre, amiben értesíti az egyetemet arról, hogy megváltozott a bankszámla száma. Hát mi, mi, mi probléma lehetne ebből? Hát nyilvánvalóan az, hogy ez, teljes, ez egy teljes kamu. És valamilyen bűnözői csoport volt az, aki megfogalmazta ezt a, ezt a, a levelet, ilyet e-mailben küldtek, tehát ugye az első gyanús dolog, hogy nem a postán keresztül érkezett, hanem e-mailben érkezik a pénzügyi osztályra, látszólag minden rendben van, de hát a, az informatikai osztályvezető, aki elkerült a levél, aki egyébként e, szintén végzett EIV, és jelenleg az NK doktorandusza, elég kiszúrta, hogy például az SDA Informatika ZRT aláírója már egy új nem Fehér István, illetve e, azt is, hogy azért itt vannak azért olyan, e, mondjuk úgy, hogy nem konvencionális um, megfogalmazások, amik azért Hát nem férnek bele egy üzleti levélbe, mondjuk a tudomásul vételét szavak egybeírva és nem külön. Tehát, hogy a magyar helyesírás minden szabályát sem feltétlenül tartják be ezek a, a, az e-mailek. De nagyon jó látszódik, hogy itt a támadó fölmérte, hogy az áldozatnak ki a beszállítója, és a beszállító nevében küldött egy ilyen e-mailt, egy, e egy ilyen levelet. Azaz, a szervezeteket érintő, egyébként továbbra is azt mondom, hogy alacsony szofisztikáltságú támadásoknál a támadó igenis utána néz az üzleti e, hálózatnak, és igenis ráilleszti a cégre azt a támadást. És megvan a maga kis trómanja is, mert a Budapest Banknál azért csak sikerült nyitni egy e, bankszámra számot, amiről nyilván, hogyha oda a pénz érkezik, akkor villám gyorsan utalják tovább, a rendőrség pedig meg fogja találni majd azt a hajléktalant, vagy azt, a, e, azt az embert, aki egy hirdetésre jelentkezve ugye otthonról végezhető képzettséget nem igényelhető online munkára jelentkezett, akinek fogalma sincs arról, hogy valójában mi történt, de a balhét a végén ő fogja majd elvinni. És hova kerül utána a pénz a bankszámra számról? Hát nyilvánvalóan sok helyre kerülhet, de azért a tipikus ez az, az, hogy kriptovalutára váltódik, mert hogy azért kriptovalutát venni ma már egészen egyszerű, úgy is, hogy nem feltétlenül lesz utána lenyomászható, hogy kinek a alkalmazásából váltották át az átutalt forintokat, dollárokat, eurókat kriptovalutára. Mi is a kriptovaluta? Ugye a kriptovalutát, és elnézést mindenkitől, aki kriptovaluta szakértő itt a hívásban, de a kriptovalutát úgy lehetne a legjobban megfogalmazni, hogy képzeljék el az aranyat. A bitcoin maga amelyik ugye a legismertebb kriptovaluta, és körülbelül egyébként azzal az elvel jött létre, azzal az elvel alkották meg, ahogy az arany is működik. Hogy működik az arany? Az arany az úgy működik, hogy aranyból véges mennyiségű van a világon. Bitcoinból is véges mennyiségű van a világban. Ha jól emlékszem, 25 millió bitcoin az, amit összesen össze lehet szedni. A... Minél hamarabb kezdünk el egy aranybányában aranyat bányászni, annál olcsóbban tudunk hozzájutni az aranyhoz. Azaz, ugye azok a telepesek, akik először eljutottak Kaliforniában mondjuk a 19. század végén, azok még nagyon egyszerűen egy citával tudtak aranyat kiszedni az ottani folyókból. Viszont minél később érünk, a kitörügyeinkor az aranyláz, minél később érünk annál nagyobb befektetés szükséges ahhoz, hogy aranyat tudjunk találni. Nézzük meg mondjuk az aranybányászokról szóló random dokumentumfilmet, a National Geographicon azért látszódik, hogy nem olcsó eszközökkel végzik el ugyanúgy a folyóknak az átszitálását, vagy éppen ugye más módon történő kinyerését. Ami ez elég volt mondjuk néhány, mondjuk egy száz évvel ezelőtt egy szita, ahhoz ma már nagyon-nagyon drága gépek kellene. Ugyanez a helyzet a bitcoinnál is. Az, aki 11 2 évvel ezelőtt állt neki bitcoin bányászni a saját számítógépét, hogyha hagyott futni egy szoftvert, akkor a bitcoinok -ok folyamatokba, folyamatosan jöttek. Aki ma akar bitcoint bányászni, annak igen komoly eh, pénzeket kell belefektetnie abba, hogy a rendelkezésre álló számítási kapacitás létrejöjjön. Mi is a bitcoin bányászat egyébként, és akkor ezt is tisztázzuk. Ugye a bitcoin, mint említettem, tulajdonképpen nem más, mint egy kriptográfiailag validált eh, matematikai műveletnek a végeredménye. Azaz, a processzor, a számítógép processzora folyamatosan végez bizonyos kriptográfiai műveleteket, melyik műveleteknek bizonyos eredményeire azt fogja mondani a rendszer, hogy az bitcoin, tehát az, az értékes eredmény. Ami azt jelenti, hogy aki korán állt bele, annak ugye ténylegesen a processzora nem kellett, hogy túl nagy erőfeszítéssel végezzen műveleteket, potyogtak ki a bitcoinok. -ok. Ma már olyan speciális kriptovalutához használható célszámítógépeket lehet kapni, amelyek kimondottan arra vannak optimalizálva, hogy a kriptovaluták által igényelt kriptomű végrehajthatóak, a lehető leghatékonyabban végrehajthatóak legyenek. Ehhez viszont kell célgép és kell irgalmatlan mennyiségű áram. Ennek megfelelően egyáltalán e, nem furcsa azt mondani, hogy a kriptovalutát bányászó igazán nagy játékosok általában oda mennek, ahol olcsó az áram. Néhány évvel ezelőtt mondjuk Kanada volt, vagy éppen Oroszország volt, vagy éppen Kína volt, a célpont most a legkedveltebb Izland, ahol a legolcsóbb az áram, e, mert hogy így, az úgy van ott. E, 2019 elején a kriptovaluta bányászat a világ globális uh, energia felhasználásának 0,2%-áért volt felelős. Az az éves szinten a kriptovaluta bányászat több energiát pazarolt el, mint amennyit egyébként Svájc felhasznál egy évben. És itt érdemes elgondolkodni, hogy már a, a tehát a környezetvédelem oltárán mekkorát tudnánk uh, adózni, hogyha a kriptovalutákat egyszerűen betiltanánk, mert hogy akkor rögtön így egy csapásra 0,2%-kal csökkenne a világenergia felhasználása. Jó, tudom, hogy nem ennyire egyszerű, de mindegy. Oké, tehát kibányáztuk a kriptovalutánkat, kibányáztuk az aranyunkat, mi történik vele? Kell egy hit a közösségben, aki azt mondja, hogy nekem ezek a bitek és bájtok érnek valamit. Ez úgy indult el, van a örök történet, hogy jó tíz évvel ezelőtt egy rendszergazda kirakta az internetre, hogy Fizet három bitcoint annak, aki eh, hoz neki egy eh, pizzát. Na most annak a három bitcoinnak az értéke, az nem is tudom, ilyen bődületesen eh, magasan van. Most nem, nem tudom, a, őszintén megmondom, hogy nem tudom a, a bitcoinnak a, eh, az árfolyamát, de három bitcoin az sok, tehát nagyon sok. Szóval az egész úgy kezdődött el, hogy valaki hajlandó volt pizzáért fizetni bitcoinnel, és valaki ezt hajlandó volt elfogadni. Ma már, bár nem mondom, hogy könnyű bitcoinal fizetni, de nyilvánvalóan egyre nagyobb azoknak az értékeknek, azoknak az áruknak a köre, ahol a bitcoin elfogadott fizetőeszköznek minősül. Tehát a hit is megvan. Ha itt megvan, akkor pedig utána kereskedni is lehet vele, azaz valódi pénzt, mármint, hogy álomkáltal garantált pénzt lehet érte adni és lehet is visszaváltani, azaz kialakultak a tőzsdék, kialakultak a kereskedelmi rendszerek, kialakult egy csomó minden, amiből egy pár dolog hiányzik a hagyományos pénzhez képest. És ezek közül az első, ami hiányzik, az a centralizáltság. Azaz nincsen mögötte egyetlen egy állami szereplő sem. Vannak olyan kriptovaluták, amik mögé államok hajlandóak lettek volna beállni, ugye például a venezuelai a Venezuela állam létrehozott egy, egy olyan kriptovalutát, ami mögé bepakolt a Venezuela kőolaj készletét, mint, mint, fedezetet. De alapvetően a legtöbb kriptovaluta mögött nincsenek államok, azaz, hogyha bedől a kriptovaluta biznisz, hát akkor akinek kriptovalutában volt a pénze, az így járt. A, az államok nem fognak semmit se tenni ennek érdekében. Azt mondjuk érzik, hogy, hogy ez, ez már több, több, annál, mint ami volt, tehát hogyha bedől mondjuk egy, egy bitcoin eh, piac, akkor azért azt, azt bizonyos államok is megéreznék, de alapvetően decentralizált megoldásról van szó transzparens, azaz mondjuk a bitcoinnal kapcsolatban minden egyes tranzakció követhető, ez a lényege. Azt nem tudjuk, hogy kifizetett kinek, azt látjuk, hogy milyen, melyik bitcoin pénztárcából, melyik bitcoin pénztárcába vándorolt át a pénz, de nem tudjuk megmondani, hogy ki volt az, aki konkrétan fizetett. Két héttel ezelőtt például az egyik nagy darknetes bolt, áruház, 2013-ban lekapcsolt áruház által összegyűjtött nagyjából 1 milliárd dollárnyi bitcoin vándorolt át. az évekig ott úgy volt, tehát nem gyújt hozzá senki, hiszen aki volt az, az a sitten csücsű jelen pillanatban. Tehát évekig nem gyújt hozzá senki, majd egyszer csak átballagott az a nagyjából 1 milliárd dollárnyi bitcoin egy pénztárcáról a másik pénztárcáról, és elkezdett a kriptovilág, a, kripto a világ gondolkodni, hogy mi történhetett hogy lehet, hogy hozzáfértek, föl tudták törni mondjuk a jelszót, ami az adott pénztárcához tartozott, vagy mi. Hát nem ennyire varázslatos a megoldás, annyi történt, hogy az Egyesült Államok Szövetségi Bírósága lefoglalta ezt a pénzt, és átpakolták az Egyesült Államok kriptopénztárcájába, mert hogy ilyen is van. Anonim. És ez a fő probléma bűnöldözési szempontból, mert, mint említettem, nem tudjuk, hogy ki fizet kinek. Tehát az évek során azért nagyon sok trükköt fejlesztettek ki a nyomozók, illetve a bűnöldözők arra, hogy le tudják követni, hogy valójában ki is van egy -e transakció tranzakció mögött, de alapvetően ez az anonimitás, ez nagyon megnehezíti annak a lehetőségét, hogy ki lehessen deríteni, hogy egy -e transakció tranzakció voltak éppen kihajtott végre. És disztruktív, ami pedig azt jelenti, hogy ez itt fog velünk még maradni egy darabig. Tehát alapvetően tulajdonképpen a kriptovaluta egyébként nem mondom, hogy rossz dolog, sőt, Határozottan azt mondom, hogy nem rossz dolog. Sőt, beledobott egy olyan kavicsot, mint kavicsot, sziklát a pénzintézetek állóvizébe, amivel a korábbi évszázadokban nem nagyon látott innovációra serkentették a pénzintézeteket. Tehát ez még egy darabig itt fog maradni, de őszintén szóval én úgy vagyok vele, hogy jelen pillanatban azért a kriptovalutákat még mindig egy gigantikus pilótajátéknak tartom. Tehát amíg nincsenek az, az állami szabályozások, állami garanciák mögötte, addig én azért a teljes vagyonomat nem tenném föl a kriptovalutára. Következő probléma, kártékony kódok, ugye a ransomware. A ransomware ez a bizonyos double extortion, dupla zsarolás, ez nagyon szépen lekövethető a német szoftver ag akik 20 millió dollárt fizettek egy ransomware csoportnak, egészen pontosan a Klopp nevű ransomware csoportnak, és Ugye, mint említettem, a mai világban a ransomware az már nem csak úgy működik, hogy letitkosít, hanem adatokat lop, és azokat is áruba bocsátja. Egy nagyon-nagyon komoly iparág fejlődött ki, amit nem egy csapat visz, hanem általában megvan az úgynevezett crime as a service modell mögötte, azaz megvan, aki kifejleszti a kártékony kódot, megvan, aki eladja, megvan, aki biztosítja a szükséges infrastruktúrát, meg van, aki kiszedi az adatokat, meg van, aki értékesíti az adatokat, és mindenki részesül egy picit ebből, a, ebből az egész haszonból. Azaz, mint ahogy a klasszikus szervezett a világban, ahol a különböző bűn, a bűncselekményhez kapcsolódó különböző résztevékenységeket más és más végzi el, tehát más ugye a nem tudom én, a verőlegény, más az, aki a az orgazda más az, aki a pénzmosást végrehajtja, tehát mindenkinek megvan a szakterülete. A ransomware keresztül tökéletesen kimutatható az, hogy, e, hogy a szervezet kiberbűnözője a világban sincs, ez másképpen. A másik ilyen komoly terület pedig ugye a trójai, ezen belül is az Emotet nevű kátékonykód. Az Emotet egy úgynevezett banki trójai ami végfelhasználókat e, támad meg, és a célja az e, alapvetően az, hogy a banki adatokat, például a bankkártya adatokat tudja valahogy valamilyen módon lekapni a vagy a hálózatról, vagy ha, ha már benn van, ugye ez egy trójai, tehát innentől kezdve lehetőséget kínál arra is, hogy más kártékony kódokat is be tudjunk húzni a rendszerbe, vagy egyszerűen csak egy infrastruktúrát nyit meg, például az előbb említett zsarolóvírusokkal operáló csapatok felé. A modus operandi viszont mind a két esetben, vagy minden, gyakorlatilag minden, minden esetben nagyon-nagyon hasonló. Az egészhez az kell, hogy valahogy terjedni tudjanak ezek a kártékonykódok, valahogy be kell jutniuk a cél szervezethez. Ennek az első lépése pedig a leggyakrabban az szokott lenni, hogy az Eszterházi Károly Egyetemnél látható módon és e-mailt küldenek, ami hitelesnek tűnik. Az e-mailekkel, tehát ezért kell nagyon vigyázni, és ezért kell nagyon-nagyon gyanakodni, hogy milyen e, csatolmány van benne, és nagyon-nagyon gyanakodni e, akkor, hogyha ez a csatolmány adott esetben e, például úgy tűnik, mint mintha valami katyvasz lenne rajta, titkosított üzenet, és azt kéri tőlünk például, hogy a, engedélyezzük a makrókat a Wordünkben vagy a PDF-ünkben ugyanis ezek az elsődleges támadási vektorok, terjedési vektorok. Emellett még nagyon gyakran alkalmaznak weboldalas megoldásokat, úgynevezett watering hole technológiával, azaz, hogy oda csalogatják valahogy az adott weboldalra a célszemét, aki onnan a weboldalról fog majd letölteni olyan állományokat, amik utána a a kártékony kódfertőzés lehetővé teszik. Tehát az ember ezekhez a támadásokhoz szinte mindig kell, nem túlságosan jellemző, hogy emberi beavatkozás nélkül ezek a kártékony kódok el tudnának e, tudni kezdeni terjedni. Mármint, hogy be, bejutni a székhez, mert hogy terjedni egyébként egészen jól tudnak e, automatikusan is. Ugye miután a perzisztenciát megteremtették, azaz ott vannak a számítógép után is, egy modern ransomware nem ritka, hogy egy-két hónapig csak ott csücsül a hálózaton keresztül, is figyeli azokat a hálózati forgalmakat, aminek a segítségével mondjuk föl tudja térképezni, hogy milyen más gépek vannak a hálózatban, milyen jelszavakat ütöttek be adott esetben a számítógépen, ezeket kiszedve e, tud tovább menni más számítógépekre is. A céljuk az az, hogy minél nagyobb legyen a, a, a footprint, azaz minél e, több számítógépre tudják tovább telepíteni saját magukat, ugye innentől kezdve már automatikusan. Egyáltalán nem ritka, hogy ezek a kártékony kódok néhány héten belül ugye domain adminisztrátori hozzáféréssel rendelkeznek, és utána a jó Isten nem fogja leírni a hálózatról, tehát lehet újra mindent csinálni, de akkor már az adatok jó eséllyel kiballaktak a bűnözői csoporthoz. Ez tehát nem jó, különösen Különösen veszélyes. Különösen veszélyes. Jó. És mit említettem, ott van mögöttük a teljes szervezet iparág, aminek az a neve, hogy ransomware ező service, tehát a támadás különböző pontjaiban különböző személyek vagy különböző csoportok azok, akik biztosítják a támadáshoz szükséges tudást és infrastruktúrát, és ebből valamilyen módon részesülnek is. Hogyha amúgy mondjuk a kriptovaluták mögött levő pénztárcák közötti pénzmozgásokat emberekhez tudnánk e, csatolni, akkor egészen jó föl lehetne mérni, hogy nagyjából milyen royaltikkel, milyen e, üzleti modellekkel dolgoznak ezek a csoportok. Az IOPTA jelentés megemlített még egy támadói e, megoldást, ez ugye a DDoS támadások, az elosztott támadások, 2020. június 21-én jelent meg az Akamai-nak a blog oldalán ez a bejegyzés, ugye az Akamai a, a, a létező legnagyobb infrastruktúra szolgáltató, tehát a, az Akamai-nak a cloud erőforrása, hogy szoktuk általában használni, bár nem tudunk róla. Úgyhogy az Akamai-nál volt egy ilyen riasztás, hogy egy adott napon, gyakorlatilag június közepén, június 21-én, igen, bocsánat, tehát július 21-én kaptak egy akkora elosztott túlterjeses támadást, amit soha korábban. Tehát, hogy olyan méretű volt, amit egészen konkrétan ők is megéreztek. Itt látszódik, hogy 809 millió csomag per másodperc nyi sávszélességgel tudtak operálni a támadók, ami azt jelenti, hogy egy támadói csoportnak rendelkezésére állt annyi megfertőzött számítógép, aminek a segítségével olyan mennyiségű adatlekérést tudtak indítani néhány nem megnevezett, illetve konkrétan egy meg nem nevezett nagy európai bank irányába, amit amúgy, hogyha nem, az Akamai egyébként erre nem lenne fölkészülve, akkor képtenek lettek volna kivédeni. Mint ahogy Magyarországon néhány héttel ezelőtt, néhány magyar bank kapott egy hasonló méretű hatalmas támadást, amit ugye a T-Systemnek, illetve a Magyar Telekomnak egész pontosan, a Magyar Telekomnak kellett valahogy valamilyen módon átvállalnia, de azért, ahogy én hallottam, okozott gondokat ennek a kezelése a banki rendszerben is. Mi állhat emögött a támadás mögött? Feltehetőleg pénz. Azaz feltehetőleg ez egy figyelmeztetés az adott bank számára, hogy inkább fizessenek, mint hogy ez még egyszer megismétlődjön, és utána ne esetleg ne tudjanak működni majd a banki szolgáltatások. Vagy egy államilag kidolgozott teszt, ki tudja, de minden esetre érdemes erre odafigyelni. Na néhány szó a gyermekek szexuális kihasználásáról, milyen trendeket látunk jelen pillanatban. Ez a kimutatás, ez Nagy-Britanniából származik, az ottani e témával foglalkozó szervezet éves jelentésének a az eredményei, csak hogy igazán elhűljenek, e az áldozatok, áldozatok életkora 2,2019-ben 0, 0 és 2 év közöttiek is voltak, akik áldozatul estek. Az áldozatok 10%-a 3 és 6 év közötti. 33% környékén 7 és 10 év közötti. Viszont a, a leggyakrabban 11 és 13 év közötti gyermekeket ér ilyen jellegű támadás, nagyjából a minden második gyerek ebbe a kategóriába tartozik. Az áldozatok, elsősorban a lányok, 92%-uk -ok az azonosított áldozatoknak lány, 3%-uk fiú, 3%-uk pedig mind a két nemhez tartozik, 2%-uk azonosíthatatlan. A legtöbb bejelentés Európából érkezik, 89% a bejelentéseknek európai, ez 117.359 jelentés volt eh, 2019-ben, 2020-ban garantáltam magasabb lesz. Az Egyesült Államokban 11.746, Ázsiában 2936. Miért vannak ezek a számok? Miért Európában a legnagyobb? Nem azért, mert Európában van feltétlenül a legtöbb pedofil, hanem azért, mert működik az Európolnak, illetve az Európai Uniónak a kampánya, és egyszerűen utána mennek ezeknek az ügyeknek, megvannak azok a jelzőrendszerek, aminek a segítségével azonosíthatóak az áldozatok. Sokkal hatalmas, tehát hatalmas nagy a latencia Észak-Amerikában és még nagyobb Ázsiában. Tehát ne, ne feltételezzük, hogy ott nincsenek ilyen jellegű visszaélések. De e, hát azért a, a, az átlag pedofil az, az e, még mindig úgy kell elképzelni, mint ugye egy ilyen e, hát, középkorú, annál idősebb német, vagy angol, vagy francia bácsi. E, ezt nem száfolta meg az a letartóztatás, amiről 2020. április 21-én adott hírt a, a, az Európol és ezen belül is ugye a spanyol rendőrség egy akcióját e, e, hajtották végre. Ott fiatal fiúknak a e, felvételeit e, tudták, e, vagy azután mentek, ami föltűnt egy fórumban, és ennek egy, azt hiszem, a három évnyi, sőt, igen, öt évnyi, öt évnyi nyomozás kellett ahhoz, hogy utána egy nagy rajtaütésben tudják elkapni a, az elkövetőket, akik készítették, és nyilvánvalóan akkor már egyből a fogyasztókat is lekapcsolták. Az igazán borzasztó ebben az egészben az, hogy amikor Nagy-Britanniában megkérdezték az ezzel foglalkozó nyomozókat, hogy de miért van az, hogy az aki, az, aki nézi ezt a tartalmat, az nem kerül automatikusan börtönbe, azt mondták, hogy mert egyszerűen nincsen Nagy-Britanniában annyi börtönhely, ahova gyermekpornográfiát, illetve a gyermekek szexuális visszaélé... gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaéléseket tartalmazó videókat, fogyasztókat el tudnád tenni. Tehát sokkal többen vannak annál, mint annyi börtönhely van. És ez tragikus. Ez tragikus. Ugorjunk tovább a következő témára, ez pedig a szimcserés támadások. Na mi az a szimcserés támadás, és hol használják föl? Ugye a hír úgy szól, 2029. 22-éről netbankos csalással nyúlták le magyar lakásvásárlók vagyonát. Magyar lakásvásárlókra vadásznak a legújabb pénzügyi csalás tettesei. A 24.hu három áldozattal is beszélt, akiknek minden megtakarítását ellopták. Hogyan működik ez a támadás? Én meghirdetek egy lakást, azt mondom, hogy ez eladó jelentkezik rá a vevő. Különböző pszichológiai trükkökkel rábeszélem a vevőt arra, hogy telepítsen föl a számítógépére egy TeamViewer-t, team vagy egy az azaz egy távoli hozzáférés lehetővé tevő szoftvert, mert az majd jó lesz. Mert hogy az tudom, én olvassák el a történetet. Majd távolról lépnek be erre a számítógépre, figyelik azt, hogy a számítógépen keresztül az áldozat, milyen felhasználónévvel is és jelszóval lép be a netbankjába, mert az úgyis le van tárolva ugye a jelszavak között. És akkor itt ugye van még egy, egy akadály, hogy azért amikor nagyobb pénzeket akarunk elutalni, meg a kicsiket akkor is, akkor kell, hogy érkezzen egy különleges kód a telefonunkra, vagy egy SMS formájában, vagy pedig ugye az alkalma, a banki alkalmazásra, amiben rá tudunk bökni a jóváhagyásra, és mehet a tranzakció. Nagyon sok bank esetében még ez a jóváhagyó tranzakciókód SMS-ben érkezik, az sms pedig úgy lehet kicserezni, hogy ha tudom, hogy a másiknak mi a telefonszáma, és tudom, hogy ez a telefonszám egyébként hova tartozik, mondjuk adott esetben egy céghez tartozik, és így ez konkrét esetben ez volt a csalásnak a lényege, akkor szépen beballagok egy telekommunikációs szolgáltató kirendeltségébe, meglebegtetek egy aláírási címpedálynak tűnő dolgot, amit az ügyintéző úgysem fog majd ellenőrizni, és azt mondom, hogy az adott az én cégemhez tartozó telefonszám, kompromitálódott, úgyhogy vagy elveszett, vagy akármi, úgyhogy azt szeretném, hogy szeretnék kérni egy új szimkártyát, az új szimkártyához pedig legyenek, legyenek szívesek hozzárendelni a régi telefonszámot, ami ugye az áldozatnál van. Ehhez leteszem az aláírási címpeldányt, és boldog vagyok, mert hogy innentől kezdve van nekem támadóként van egy olyan szimkártyám, amire az, az a bizonyos transzakciós SMS meg fog majd érkezni. Az áldozat mindebből annyit érzékel, hogy a telefonjá hirtelen letiltódik, nem, nem lesz rajta szolgáltatás. A támadó, ugye a Team Uweveren, belép az áldozat számítógépére, ha szükséges egyáltalán, mert ha megvannak a jelszavak, akkor ez sem szükséges, belép a netbankba, a netbanknál ugye jön az autentikációs SMS, beírja a kódot, elindítja a tranzakciót, beírja a kódot, övé a pénz, és utána már csak hívízőjelben tisztára kell mosni. Ezt a sim egyébként nagyon kiterjedten használják, nem csak Magyarországon, sok helyen. Úgyhogy innentől kezdve bármilyen a mobiltelefonon, tehát mobil hálózaton keresztül érkező SMS-ben érkező e, autentikációhoz szükséges extra kód, igazából nem fogadható el két lépcsős hitelesítési megoldásnak, mert ott sérülékeny, ezért e, sokkal jobbak a telefonra telepített különböző autentikációs alkalmazások, one-time -ok, és a többi, és a többi. Körüljünk tovább egy lépést. Darknet. Ugye a Darknetről már megemlékeztem. Először is tisztázzuk, hogy mi ez a Surface Web, Deep Web és a Dark Web. Surface Web, ugye az, a Google, Bing, Yahoo és az összes többi kereső által kereshető internet. Azaz, azon információk tartoznak a Surface Webbe, amit a Google ki tud, tud dobni találatként. A Deep Webhez tartozik minden olyan információ, ami a google nem kereshető. Tehát mondjuk az interneten levő információk, mondjuk a pénzes adatbázisokban levő információk, stb. stb. Tehát amik, amiket a Google nem tud keresni. És végül a Dark Web. A Dark web -e tartozik minden olyan információ, melynek eléréséhez valamilyen speciális szoftverre van szükség. Például egy speciális böngésző a tor esetében. A Darknet egyébként eredetileg az arpanet tehát az eredeti internet elődjének minősülő katonai hálózaton levő láthatatlan gépek voltak, amiket ugye az kutatói hálózatban nem lehetett látni. Később pedig azokat a hálózatokat értetjük, vagy értjük ide, amelyek valamilyen úgynevezett overlay hálózatok, úgyhogy valamilyen speciális szoftveren keresztül érhetők csak el. Jelenleg a Darknet és a Dark az egy szinoníma, úgyhogy én is felváltva használom a kettőt, nincsen közöttük érdemi különbség. Néhány példa, Anonet, Decentralized Network 42, Freenet, Gnunet, I2P, OneSwarm, RetroShare, stb. stb. De a legismertebb ezek közül a Tor nevű hálózat, ezzel lehet a leggyakrabban találkozni, de tudják azt, hogy nem csak a Tor minősül Darknetnek, hanem van rajta kívül még jó pár. De miért van ez az egész? Ez az egész anonimitás azért szükséges, mert, mert mert van egy olyan közeg, aki szeretne anonim maradni. Az eredeti hekkeretika, amiről beszéltem az előző előadáson, a hektivizmus kapcsán, és ugye azt mondja, hogy ne bízz a hatóságokban, támogass a decentralizációt, információk szabadon, stb. 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 Tehát ez a közeg tradicionális és hagyományosan nem szereti azt, hogy az internet, ugye government-owned, az a különböző kormányzatoknak ott a fennhatósága van. Éppen ezért ez a közeg nagyon-nagyon igényelte ezeket az anonim megoldásokat. Illetve vannak olyan országok, ugye például Kína, ahol tömegesen figyelik meg az állampolgárokat, George Orwell 1984-ben leírt receptje alapján, ott is azért erősen fölmerül az igény arra, hogy vannak olyan állampolgárok, akik sem szeretnének úgy információt megosztani egymással, hogy azt lehetőleg a kínai nagy tűzfalon, tűzfalon keresztül a kínai nagy testvér nem hallgatja le. Éppen ezért a TOR eredete egyébként oda eredet, oda vezethető vissza, hogy az amerikai titkosszolgálatoknak volt szüksége egy olyan megoldásra, amivel, amin keresztül a nyílt interneten, de anonim módon tud a terepen levő ügynök információkat küldeni haza. Viszont ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz tömegesen kellett használni ezt a megoldást. Tehát a TOR tulajdonképpen az amerikai titkosszolgálatok ajándéka a közösségnek, annak érdekében, hogy a műveleteiket jó tudják végrehajtani, ma pedig ma már ez az egyik legnagyobb fejfájás a rendvédelmi szerveknek. De hát ugye az rendvédelmi szervek és a titkosszolgálatok közötti hagyományos jó barátságot sokféleképpen meg lehet alapozni, például így is. Miért nem kell anonimitás? Hát például azért, mert a bűnözők is rátaláltak erre a platformra, és ennek a platformnak az e, egyik komoly hátrány az, az hogy például a gyermekpornográfiát elég erőteljesen terjesztik ezeken a torhálózatokon, illetve ha gyermekpornográfia talán nem át is ment most már máshova, de mondjuk a drogkereskedelem azért most már ma már elsősorban a torhálózaton keresztül érhető el, yeah. Ma már a gyerekek is tudják azt, hogy mi, mi az a marketplace, a darknet, ahol föl lehet menni, hogy valami jófajta kis biofület lehessen ócsón szerezni. Úgyhogy érdekünkben állna a Darknetnek valamilyen jellegű kontrollja, meg egyébként lehet rajta, meg lehet rajta kapni azokat a kiszivárgott adatbázisokat is, amiben például itt a, a -Zero Day nevű leak is beletartozik, amiről mondtam az óra elején, ugye ez a 10 milliárdos szám, 10 milliárd, 200 milliós szám, amit szerepel a pont oldalról, az most már Uh, hát uh, uh, 10 milliárd és, és 500 millió környékén van ezzel a 200 milliós kiszivárgással. Szóval, hogy hogy egyébként meg minden kereskednek a, a, a darkneten, ami, ami, ami nem jó, ami törvénybe ütköző. Tehát valamit úgy valamit, kéne tenni, valahogy ezt uh, kontrollálni kéne. Miért nem tudnak bármit is kezdeni amúgy a hatóságok ezzel a, a torhálózattal, vagy a hasonló e, e, dát dark, megoldásokkal? Ennek az oka a titkosításban keresendő. Nem akarok nagyon belemenni a torhálózatnak a rejtelmeibe, de e, a torhálózatot más néven onion, illetve a torházat mögött levő protokollt onion routingnak, onion protokollnak, azaz hagyma protokollnak hívják. Azért, mert úgy működik, mint a hagyma. Nem úgy, mint a sregben, hogy, hogy büdös és könnyeket csal az ember szemébe, hanem, hanem úgy, hogy több rétege van. Azaz gyakorlatilag, amikor az úgynevezett entry pointon keresztül, a belépő ponton keresztül betolom az adatot a nyílt internetről, akkor a különböző ridélyeken átjátszókon keresztül egy-egy újabb kriptográfiai réteg rakódik az adatra, ami lehetetlenné teszi azt, hogy a teljes torhálózat ismerete nélkül vissza tudjam vezetni, hogy valójában honnan jött az adat, meg azt is egyébként, hogy hova megy az adott adat, mert hogy olyan kriptorétegek rakódnak rá az információra, amik nem visszafejthetőek, vagy tehát nyilván van az a erőforrás, de normál esetben nem visszafejthetőek. Torhálózatot egyébként használják emberek sokan, itt egy 2011-től látható statisztikát lehet látni, a relayek, tehát effektíve a rétegeket rápakoló, hagyma, hagymarétegeket rétegeket rápakoló szerveknek a száma, ez nagyjából folyamatosan nőtt 2020-ig, de valahol elkezdett stagnálni 2015-től kezdve kb. Olyan 7000 rilé környékén. Ott voltak visszaesések, amikor bizonyos államok beavatkoztak a tor hálózatába, de a statisztika de nagyjából helyreállt utána, tehát a statisztika azt mondta, hogy kb. 7000 ilyen relay található. A forgalom az pedig szépen folyamatosan nő, tehát hogy 2019 közepe magasságában a nagyjából a, a meghirdetett sávszélesség kb. olyan 400 gigabit per másodpercünk volt, amiből a felét 200 gigabitet szépen el is vittek a felhasználók. A szervereknek a száma pedig körülbelül, itt is voltak kis, kisebb visszaesések, amikor valamilyen nagyobb akció volt, meg nagyobb kiugrások, amikor valamilyen akció volt, de szép fokozatos növekedéssel valahol olyan 100 ezer pontonionos e, cím található meg, tehát körülbelül ennyi a webszervereknek a száma ezen a hálózaton. És mi kell hozzá? Voltak éppen nagyon semmi, hiszen ugye ennek a TOR-böngészőnek a föltelepítésével már el is tudják kérni a TOR hálózatot, azért nyilván csak óvatosan, mert... Rossz konfigurációhoz magával hozhat egy csomó kellemetlen meglepetést a számítógépre. A felhasználók száma is szépen emelkedik. Ugye itt egy éven belül 2019. 4. óról 2019. 6.-7. óra volt egy egymillió sugrás. körülbelül egy a 3-4 millió környékén lehet az aktív napi felhasználóknak a száma. Uh, nyilván a nagyországok használják elsősorban USA, Olaszország, Németország, Franciaország, Spanyolország, hát ott, ahol a, a drogokat uh, mondjuk úgy, hogy elnézőbben kezelik, mint más országokban. Persze Kína az fájóan hiányzik erről a listáról, nem meglepő módon, miután Kínában illegális a torhálózatnak a használata, tehát kevesen vannak, akik megpróbálják megkockáztatni a torhálózatát. Hozzáteszem, hogy egészen jó szűrik is Kínából kifele a torexit módokat, tehát nem is lenne annyira triviális felhasználni. Jó van, kevés időm maradt hátra, de gyorsan átfutok azon, hogy hogyan ezek, ezek erről a részleteket ezen a linken el tudják olvasni ezekben a cikkekben. Alapvetően a tornál a deanonimizálásnak a lehetősége protokollhiba, böngészőhiba miatt, indirekt támadás miatt, vagy emberi hibát miatt lehetséges. Most a protokoll hibáira nem annyira nagyon érdemes építeni, mert az utóbbi években eh, itt viszonylag kevés ismert hibát sikerült eh, felfedezni. Az viszont gyakran előfordul, hogy a böngészőben van valami olyan hiba, amin keresztül a tor is támadható. Ugye a, a tor browser, a tor böngésző az egy Firefox alapú böngésző, tehát hogy amikor a Firefoxban van valami hiba, az jogas a tor browsert is érinti, ott lehet, lehet mit kezdeni a dynamizálással. Az indirekt támadások körében egy roppant izgalmas téma az, amikor mondjuk a hatóságok megpróbálják kitalálni, hogy kik használják ezt a, ezt a, a megoldást. Azaz, amikor le, sikerül lefoglalniuk például egy marketplace-t, akkor azt a marketplace-t egy darabig hagyják még futni, és elhelyeznek a marketplace-re olyan kis skripteket, amik lefutnak a torböngészőben. És ezek a skriptek mondjuk adott esetben kiadnak magukból valami, Ultra hangot, amit a felhasználó nem hall, de mondjuk a telefonhálózat, vagy a telefon az, az igen, és ezen az ultra hangon keresztül próbálják meg valahogy hazajelentkeztetni, tehát hangutasítást adnak gyakorlatilag a telefonnak, hogy jelentkezzen be valamilyen szerverre, és ezen keresztül fedje föl, hogy tulajdonképpen a néz, tisztelt nézőtartalom fogyasztó földrajzilag eh, hol is helyezkedik el. Szintén azt tudom mondani, hogy olvassák el ezt a cikket, szépen leírja az egész támadást, nagyon izgalmas. De a leggyakoribb, aminek utána lehet menni, azok az emberi hibák. Például a legnagyobb e, e, toron keresztül megtalál, megtalálható marketplace, a Silk Road lekapcsolásában, és rosszul, Ulbricht lekapcsolásában, akinek az egymilliárd milliárd dollárját egyébként ugye a szövetségi ügyészség lefoglalta, amiről meséltem. Nagyon sokat segített, hogy Rosszul-Bricht egyébként egy csomó emberi hibát, obszekű hibát vétett a, a, saját tevékenysége során. Megint csak azt tudom mondani, az Ars Technika szépen feldolgozta az egész történetet. Nézzék meg, hogy hány helyen lehet hibát véteni, és így lebukni. Viszont különösen, ami nekem különösen tetszett, az Oxymonsternek a letartóztatása volt. Ő is futtatott egy ilyen e, weboldalt, az ő lebukásához az vezetett hozzá, hogy ő lelkesen írogatott, nyilván anonim módon a saját weboldalára, valamit lelkesen írogatott e, az nyílt interneten keresztül is az Instagramra, és a, a nyelvészeti nyelvelemzéssel sikerült megtalálni, hogy kicsoda. Azaz törvényszéki nyelvészek elemezték ki a a Darknet en írt sok-sok e, szöveget, amiből ki tudták következtetni, hogy egy francia emberről van szó. Úgyhogy elkezdtek francia nyílt e, e, social media profilok után menni, és a szóhasználatban, a nyelvhasználat e, alapján meg is találták, hogy ki volt az, aki ugyanazokat a szövegeket, ugyanazokat a nyelvi fordulatokat használta, innentől kezdve rá tudtak menni, meg tudták figyelni, és megvoltak a bizonyítékok. Ami után ez a derék szakállas ember meg is kapta a maga húsz évét. Darknetes linkeket találni egyébként nem túlságosan nagy kihívás, mert hogy van egy ilyen oldal, hogy Dart Links, és akkor azon keresztül pedig már nem túlságosan nehéz oldalakat is találni és ezeken az oldalakon amúgy gyermekpornográfiát például nem nagyon fognak találni, de az Internet Watch Foundation ennyi a riportja, amiből úgy korábban, és azt mutatja, hogy főleg egyébként zárt image, úgynevezett image hostokon, tehát kriptográfiailag rejtett image hostokon vannak elrejtve ezek a, a videók, tehát nagyon nehéz oda kerülni, tehát hogyha valaki azzal védekezik a bíróságot, hogy véletlenül letöltődött valahogy egy ilyen hacker támadás után a gépére gyermekpornográfia, azt én viszonylag nehezen tudom elhinni, mert nem annyira triviális egyébként ezeket, ezekhez hozzáférni és ezeket megtalálni. tehát csak úgy véletlenül jó eséllyel nem kerül majd ilyen tartalom a, a weboldalra. Ezzel szemben masszívan és aktívan használnak technológiákat, ahogy itt a képkivágáson is olvashatják, ugye a rejtett szolgáltatások, az elsődlegesek, de például itt vannak ugye a NextGen vagy V3-as hidden services-ek, tehát ez a közeg, ez, ez, ez folyamatosan használja az újabb és újabb privát segítő megoldásokat, valószínűleg jobban egyébként, mint bárki más az interneten. Az viszont teljesen biztos, hogy a drogkereskedelem itt található meg. Um, az Európolnak a Drugs and the Darknet nevű elemzéséből hoztam itt néhány példát. Um, a, 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 a Darkneten kínált termékek, illegális termékek 62% a drog, ezen belül is 77% maga a drog, 18% az valamilyen droghoz kapcsolódó kemikália, 5% az pedig gyógyszer, 38 a tartozik minden más hamisítványokkal, ellopott accountokkal, fegyverrel, mindennel együtt. Ezen belül is Um, itt egy, egy gyakorlatilag nemzeti darknetek vannak, nemzeti piacok vannak, tehát jó eséllyel nem mentem még utána, pedig utána, akár utána is mehettem volna, de jó eséllyel van magyaroknak szóló darknet oldal is, ahol a drogokkal kereskednek. Erről én még nem olvastam egyelőre kimutatást, de nem lennék meglepve, hogyha ha, ha lenne ilyen, csak meg kéne találni. Az Alfa B egy lekapcsolt, 2017-ben lekapcsolt weboldal volt, ez is ezt támasztja el alá, tehát a, a kínált árucikek közül 200, a kép alapján 254.041 termék volt, ami drog volt. A következő legnagyobb kategória az 47.321-el a fraud, az a csalás volt, és minden más utána jött. Tehát ténylegesen az Alfa és egyébként minden nagy piacon a drog az elsődleges kereskedelem amit a világon mindenhonnan használnak, de hát a mondjuk úgy, hogy liberálisabb drogpolitikával rendelkező országokban pedig aztán előszeretettel, ugye Nagy-Britannia, Hollandia, Németország, Franciaország szerepel ezen a kimutatáson, akik a legtöbbet vásárolták ezen a darkneten. Amit pedig vásároltak, az országról országra különbözik, Magyarország is szerepel, főleg cannabis, volt, de például Franciaország egészen, a francia állampolgárok egészen nagyon sokat költöttek praktikusan minden létező drogra, úgyhogy ha a le a Európa legdrogosabb nemzetét szeretnék megkeresni, akkor nagyon jó áll Franciaország szerepel az első helyen. Az alfabét, mint említettem, 2017-ben kapták le. Ez is egy nagyon izgalmas történet. Itt is egy csomó obszek hibát lehet felfedezni amit az oldal üzemeltetője elkövetett. Le is fényképeztem ezeket az opszek hibákat is. Szintén kettő percen van ebből az előadásból, úgyhogy most nem fogom őknek felolvasni. A jó hír az az, hogy azért egyre több oldal tudnak lekapcsolni, egyre többször lehet belefutni ilyen oldalakba, én is belefutottam, viszont különösebb probléma nélkül lehet azért találni még működő weboldalakat. Úgyhogy ha például hova ment a bankkártyám című kérdésre, a válasz az mondjuk egy ilyen plastic marketplace-en lehet megtalálni, ahol jól látszik, hogy mondjuk egy commerce banktól származó Visa Classic kártya, amin van, 1245 euró, azt amikor az screenshotot csináltam éppen körülbelül 2 század bitcoinért árulták, tehát itt lehet bankkártya adatokat. Ez a kárnát prezentek ezért mennek nagyon, mert de nagyon olcsó meg lehet vásárolni ezeket a bankkártyákat, aztán pedig lehet őket használni is, nyilván a tulajdonos legnagyobb örömére. Hogyha nem e, szedik ki a csalás e, megelőző szoftverek, akkor azért vannak problémák. A legnépszerűbb toroldal azért viszont még mindig ez, ugye a Facebook, mert, mert azért van igény arra, hogy legyen anonimitás, tehát én nyilván most itt a Darknetnek a a dark oldalait, a sötét oldalait mondtam el, de az nem azt jelenti, hogy csak sötét oldala van, van nagyon sok haszna is, csak mint minden, mint annyi minden másnak is, ezt is jó lenne jó dologra használni. De hát, amíg bűn van a Földön, már pedig bűn az ugye itt él velünk, addig nyilvánvalóan bűnözés is lesz, és a bűnözés minden egyes létező lehetőséget kihasznál e, a bűnelkövetésre, miért nem más az internet.